Jó napot kívánok, Ceglédi Zoltán vagyok, ez itt a Lakner és Ceglédi. Nagyon örülök, hogy minket néznek, mert ez azt jelenti, hogy áram még legalább van. Szia, Zoli! Szia! No, nem véletlenül kezdtem ezzel. A helyzet úgy áll, hogy rég tapasztalt látványok tárulnak elénk, személyesen meg a médiában is. Sorok állnak vagy álltak a benzinkutak előtt. Most, mikor beszélgetünk, még nem látjuk a hatását annak, ami csütörtök este jelentettek be Gulyás Gergely és Hernádi Zsolt, ugye a MOL vezetője. És nézve ezt a sajtótájékoztatót, arra jutottam, hogy a mai műsornak legyen a mottója, egy Agatha Christie idézet, a régi bűnnek hosszú az árnyéka. Mert hogy minden, ami annak kapcsán látszik, vagy kiderül, hogy napon belül meghirdetik, hogy este 9:30 Gulyás Gergely kormányinfót tart Hernádi Zsolttal, azzal a Hernádi Zsolttal, aki legalábbis nem nyaralhat bármely tengerparton, hogy így jogilag megfelelően körül ágyazzam azt a kiadatási problémát, ami vele kapcsolatban fölmerülhet, hogy bejelentsék, hogy ne aggódjanak az emberek, mert bár nem volt elég benzin, de mégis volt elég benzin, sőt, ne is mondják azt az emberek, pláne itt a műsorban, hogy nem volt elég benzin, mert akkor esetleg börtönbe kerülnek, és hogy hogyan fognak némiképp visszatáncolni ebből az ársapkás megoldásból. És azért gondolom, hogy ez a mottónk, hogy régi bűnnek hosszú az árnyéka, mert egyik probléma sem tegnap keletkezett, amire most megoldást kellett találni, van, ami tavaly novemberben, van, ami 12 évvel ezelőtt, a műsor második felében pedig a másik, az ellenzék oldalon lévő korábbi problémákat és azok aktuális leképezését fogjuk megvizsgálni. De egyetértesz velem, hogy igazából itt egyfajta ilyen kétségbeesett adaptáció zajlik? Hát örülök, hogy ezzel kezdted, mert voltak épp ez a tegnapi 9:30 sajtótájékoztatón tényleg arról szólt, hogy felfedezték, hogy egy saját korábbi intézkedésükből bizonyos problémák következnek. Ugye hosszan szitta Hernádi Zsolt és Gulyás Gergely egymást váltva a külföldi rendszámú autósokat, és hogy visszaélésszerűen használják a benzinkutakat, úgymond tankolnak. Holott hát ez a bizonyos árstopp, amit bevezettek győzedelmesen alig néhány héttel ezelőtt erre az időszakra vonatkozóan, hát ez nyilvánvalóan ide vonza azokat, akik a környező országokban élnek, illetve hát akik áthajtanak Magyarországon, itt fognak tankolni. Az, hogy most megtiltották azt, hogy nem tudom én milyen méretű járművekkel a normál benzinkutakon tankoljanak, hát én hetek óta látom az erről szóló sajtóbeszámolókat, hogy még a volánbuszok is beállnak a benzinkutakhoz, amire korábban nem volt példa, és erre mindig az volt a kormányzati válasz, hogy ez nem fog semmilyen problémát okozni, és amikor itt az ATV-ben Hernádi Zsolt a logisztikai problémákat említette, nem, én sem akarok rémhírterjesztő lenni, ugye ez is egy ilyen izgalmas toposz, akkor nekem az jutott eszembe, és nem téged akarlak triggerelni semmiképpen sem, de ez a példa jutott eszembe, hogy amikor 2020 februárjában még nem volt itthon detektált covidos eset, de már tudtuk, hogy lehet, hogy a maszkokra szükség lesz. Ugye? És akkor Gulyás Gergely azt mondta, hogy hát a büntető végrehajtási intézetek üzemeiben ezerrel készítik a maszkokat, tehát nincs ellátási probléma, de hogy ezek mikor fognak eljutni a patikákba, hát ezt sajnos nem tudjuk megmondani. Ugye ez a logisztikai probléma, és hát az ellátásnak az sajnos ugye része, hogy tehát lehet nekem egy hegytetőn, nem tudom, 30 000 tonna kenyerem, de ha nem tudom elvinni a boltokba, hogy az emberek megvegyék, akkor az egy ellátási probléma sajnos. Lehet ez egy logisztikai gond, de hát a logisztikai gond az része az ellátásnak. Igen, ugyanekkor voltam már emlegetted, mikor Orbán Viktort így fölkérdezték, hogy na de hát hol vannak a maszkok? Hol vannak ezek a maszkok, amiket ígért? És Orbán mondta, hogy igen, hát egyébként járjon el mindenki úgy, ahogy ő maga is tett, ő is, mivel nem volt maszkja, készített magának. Hát benzint aztán ne készítsenek ott az emberek. Annál ijesztőbbet se tudok elképzelni, hogy Magyarország miniszterelnöke azt mondja, hogy elnézést, mindjárt megyek tárgyalni, mindjárt a két kezemben megtartom az államadósságot, meg letárgyalom a különböző ügyeket, csak előbb csinálok magamnak egy maszkot, hogy a Magyarország legnagyobb hatalmú, legfontosabb embere, nem is tudom hogyan, de maszkot hajtogatja, vagy meghajtotta a lábával az ingert, vagy hogyan sikerült, vagy no, de ha már Orbánt említjük. Szóval én azt is érzem, hogy ezekben a mögöttünk hagyott, meg valószínűleg még előttünk lévő hetekben, ugye egyrészt versenyfutás zajlik az idővel. Tehát abban vannak, hogy lehetőleg még ne legyen akkora baj, ami a választói preferenciákat, szándékokat, azokat döntő mértékben befolyásolná. Hogy még ne érezzük azt, hogy na, inkább ehelyett jöjjön, vagy legyen valami más, hogy valahogy a két kezükkel tartsák meg. De
Ez azt is jelenti, hogy ha ezt meg tudják csinálni, akkor én nem tartom kizártnak, hogy önmagában az a tény, hogy megint kapnak 4 évre egy felhatalmazást, az hoz valami stabilitást a rendszerbe. És az egy külön beszélgetés témája kéne, hogy legyen, de muszáj vagyok ide tenni, mert nyilván a választás után beszélünk erről hosszabban, ha mégsem a Márki-Zay kormány alakul meg, hogy Orbán Viktornak az a 4 éve, az könnyen lehet, hogy az utolsó 4 éve lesz a hatalomban, és jelentős részben arról fog szólni, hogy lebontja a megelőző 12 év uralkodásának fontos ügyeit. Most is látunk már ilyet, tehát például a kelet-nyugat pávatánccal már most sem tudta kihúzni a választásokig. Egy csomó mindent máshogy kell csinálnia, máshogy kell viszonyulnia ehhez. Szerintem a benzinár kapcsán is látunk ilyet, meg egyéb már rögzítések kapcsán is, hogy könnyen lehet, hogy mégiscsak a vége egy sokkal ortodoxabb gazdaságpolitika lesz, és egy csomó mindent be kell építeni a politikájába, mondom, ha kormányon marad, mert odáig biztosan nem, 22 és 26 között, amelynek a tagadásával volt sikeres ebben a 12 évben. Azért is jó ezek szerint, hogy ebben a műsorban járunk, mert új oldaladról ismerlek meg. Én egyáltalán vagyok ilyen optimista. Szóval elfogadom, hogy ez egy lehetséges forgatókönyv, de van 12 év tapasztalatunk, ami egyáltalán nem erről szól, vagy nem ezt támasztja az én számomra alá. Amit most látunk, ugye az egy kormányzati filozófiából következik, nem akarok ilyen ronda szavakat mondani, hogy voluntarizmus, és nekem ebben is van R betű, de ugye ez, amikor valaki azt gondolja, hogy ő kézi vezérléssel bonyolult gazdasági folyamatokba beavatkozik, anélkül, hogy bevonná az igazán érdekelteket, mert most túl azon, hogy nyilván beszéltek Hernádi Zsolttal ezt megelőzően, de egyébként, hogy széles körben föltárnák azokat a közgazdasági folyamatokat, hogy megkérdezték volna, nem tudom, a benzinkutas szakszervezetet, hogy hogyan fogja őket érinteni az árstop, ennek nincsen nyoma. Hoztak egy döntést az árstopról, nyilván senkitől én nem várom el utólag sem, hogy előre kellett volna látnia, hogy milyen volumenű háborút indít Putyin Ukrajna ellen, azt azért mondjuk ki lehetett találni, hogy akkor Szlovákiából át fognak járni tankolni. Szóval azért ehhez viszont nem hiszem, hogy közgazdasági diplomat. Meg szabad ne feled, ahhoz se kell, hogy tudd, hogyha arra építed a kormányzásod gazdasági fundamentumait, hogy a forint gyenge, akkor hogyha jön bármilyen hullám, akkor átcsap a fejed fel. Tehát az egészségügyben ugyanezt láttuk, ha arra építed a kormányzást, hogy az állami egészségügy centivel tartsa a fejét a víz fölött, épp csak egy picit, akkor hogyha jön egy járvány, akkor nálunk fognak a legtöbben meghalni, és a megoldás is tök hasonlónak tűnik. Úgy tűnik, hogy Orbán Viktor azt mondja, hogy lesz egy állami egészségügy, ami hát nagyon alacsony színvonalon nyújt valamit, és lesz ehhez képest egy piaci. És paradox módon ma látjuk elsőként működésben az állami benzint és a privát benzint. Mert az állami benzin az, amiből nem mindenki és nem nyakló nélkül vásárolhat, és az kerül 400 forintba. És van a privát benzin, ami meg 700 forintos, és az minden kútnál kapható. Az egészségügyről beszélünk szerintem, hogyha az ellenzéki programról szó esik. Szóval a dolog lényege az, hogy ezek ilyen kézivezrelésen alapuló döntések, amelyek valóban a pillanat uralásáról szólnak. Tényleg elnézést, hogy ezt a közhelyet kietettem a számon. És ugye ez az árstop politika, ez néhány hét leforgása alatt került válságba. Én egyáltalán nem gondolom azt, hogy Orbán visszatáncolna ebből a típusú politikából. Szerintem, nem tudom. Visszajött Putyintól, diadalmasan, hogy lám működik a keleti nyitás. Azzal sem értek egyet, hogy ő visszatáncolt volna a kelet-nyugati viszonyrendszerben. Tehát ha megnézi az ember, hogy mit csinál az állami média ebben a szituációban, ha meghallgatja az ember a külügyminisztert, ha meghallgatja az ember a pénzügyminisztert is most már, ha végigvesszük azt, csinálunk egy tartalomelemzést arról, hogy hányszor muszáj, és ahhoz képest egyel többször kimondják-e Oroszország felelősségét, nem mondják ki. Magyarország az egyetlen ország, ahol a kormány nem indított semmiféle vitát, kezdeményezést arról, hogy oké, akkor hogyan fogunk lejönni az orosz gázfüggőségre. Szabad, de ez a mondat úgy is helyes lenne, hogy Magyarország az ország, ahol a kormány nem indított semmilyen vitát, pont. Igen, ez is igaz, ez így van, miközben ugye éppen körvonalazódik egy nagyon komoly európai gazdasági és egyben biztonságpolitikai fordulat, és szerintem ez a lényeg, hogy ez a két dolog, ez együtt van. Tehát rá lehetünk cuppanva ilyen mértékig az orosz gázra, de hogyha nem gondoljuk ezt a dolgot át, akkor évtizedekig
ehhez az Oroszországhoz leszünk még hozzákötve. Erről semmit nem mond a magyar kormány. A magyar kormány azt mondja, hogy oké, nem, még jó, hogy nem küldünk katonákat, fegyvereket sem szállítsanak át rajtunk, szankció se legyen, akkor mi legyen? De hát bizniszeljünk tovább, ugyanúgy, miközben egyébként... hozzá a történelem, miközben, Zoli. Oké, rendben, én értem, hogy ez megint politikai kommunikáció, és ugye azt kell mondani a választásig tartó időszakban, hogy mi minden marad, ahogy volt, semmi nem kell neked változtatni. Csak ugye az a gond, hogy a politikai kommunikáción túlmenően, ugye ez volt ennek a kormánynak mindeddig a politikája. Tehát én nem látom azt, hogy a mélyben ez nagyon megváltozott volna, én szerintem még komolyan gondolják, hogy továbbra is üzletelni lehet Putyinnal. A háttér át lett rajzolva egy kicsit. Zoli, ez szerintem két különböző dolog. Szerintem az orosz gáztól nem csak Magyarország függ. Tehát ott egyébként a váltást azt nem Magyarország fogja megtenni, hanem sokan kell, hogy úgy döntsenek, hogy akkor az orosz gáz helyett másfajta gáz, de másfajta gáz legyen. Ez ennek az egyik fele. Orbán Viktor bármennyire szeretné, ő ebben se pró, sem el is indult ezen az úton, hogy keresse ezeket. Nem, szerintem nem tudunk ebből kimaradni. A másik fele a keleti nyitás. Szerintem Oroszország a legfontosabb dimenzióban nyírta ki magát, nem lehet róla most már egyrészt másrészt beszélni. Nem lehet Oroszországot... Hát azért a kormány tesz egy kísérletet erre. Ezzel együtt azt gondolom, hogy a keleti nyitás az nem róluk fog szólni, mármint nem Oroszországról. Oroszország ennek a háborúnak a végén nem olyan szerepben fog föltűnni, sem gazdasági, sem kommunikációs értelemben, hogy ő legyen ennek a nyitásnak a további főszereplője. Kínával vagy Törökországgal sokkal szívélyesebb viszonyt tud ápolni ez a kormány a további keleti nyitás keretében. Nézd, én azt gondolom, hogy nem nekem kell bármit bizonyítanom a kormány Oroszország politikájával kapcsolatban, ezt nagyon szeretném hangsúlyozni. Az elmúlt 12 év is arról szólt, hogy messze a gazdasági kapcsolatok és messze a diplomáciai udvariasság kötelező szintje fölött tettek gesztusokat a magyar kormány vezetői Oroszországnak. Én azt a részét is értem a dolognak, hogy nem farolhatnak ki teljes, nem tudom mivel, gőzzel, teljes sebességgel nem rükvercelhetnek ki ebből a zsákutcának bizonyult helyzetből, akkor túl feltűnő lenne, ugye az, hogy ők most itt változtattak, és ugye valamilyen szinten fönn kell tartani az eddigi narratívát, de egyébként van 12 év tapasztalatunk arról, hogy igenis, sokkal mélyebbre mennek az orosz kapcsolatban. Beszéltünk már, mint szükséges lenne. Régi bűnnek hosszú az árnyéka. Hát pontosan erről van szó, tehát beszéltünk már erről a műsorban, ebben a műsorban arról, hogy hát az elmúlt pár évben is azért egy-két dolgot lehetett volna csinálni, mondjuk az itthoni megújuló energiaforrásoknak a fejlesztésében. Nyilván nem váltja ki pár év alatt az orosz gázfüggést, szerintem ezt senki nem is állítja, őszintén szóval, hogy legalábbis épesző ember ilyet nyilvánvalóan nem mond, de azért azzal a mondással voltak problémák, hogy az orosz gázfüggést és az energiafüggetlenséget, az orosz gázfüggéstől való leszakadást és az energiafüggetlenséget azzal biztosítjuk, hogy építünk egy orosz atomerőművet. Hát ez egy jó kis mondás volt valóban, és eközben semmi nem történt azzal kapcsolatosan, hogy mégis hogyan lehetne erről a tripről valahogyan lejönni. És mondom még egyszer, ez lehet egy politikai kommunikáció, már erről akartam egyébként beszélni a műsorban, mert tényleg a könyökömön jön ki néha a politikai kommunikáció, mert a politika nem csak ebből áll, de tényleg most van több, bekommentelni mint... alát, hogy Zoli együtt sikerülni fog, együtt összefogás. De tényleg van több, mint egy évtized tapasztalatunk arról, hogy ez egy valódi irányvonal, amit a kormány követ, és ameddig ez nem bizonyosodik be, hogy erről tényleg lejönnek, és nem csak politikai kommunikációs jelreszelgetések zajlanak, addig én ezt nem fogom elhinni. Nem is kell, én viszont azt gondolom, hogy nem tudják meg csinálni, hogy ezen a vágányon maradjanak. Nézd meg, te magad is mondtad, hogy fontos erről beszéljünk, hogy mit tett akár csak a kampányukkal a háború. Tehát az a háború, amit Putyin elindított, az antitézise mindennek, amit Oroszországról korábban mondtak, és paradox módon még az egyik legkitartóbb és e tekintetben legellentmondásosabb, és akkor finoman fogalmaztam, külpolitikai dogmát, az Ukrajnához való viszonyt is teljesen megváltoztatta, ami megint csak kommunikáció, de hát ne a diplomácia jelentős része az kommunikáció. Tehát, hogy én azt látom, hogy ezek a történések Orbán Viktor azt így iszonyatos erővel terelik egy teljesen másik irányba. Nem tudom, hogy kormányzás közben, hogyha ő kormányon marad, mert erre is van esély, hogyha ő kormányon marad, akkor a konklúziója az lesz-e, hogy tévedett, vagy az, hogy igaza volt, de akármiről is van szó, a hétköznapi tények azok egy adott irányba kell, hogy tolják, mert hogy azt látjuk, hogy amikor az általad említett időszakban neki döntést kellett hoznia arról, hogy van egy vírus,
van egy járvány, és azzal kezdeni kell valamit, azt ő úgy tette meg, hogy nem sokkal előtte még arról beszélt, hogy igen, hát hallani ezeket a híreket Kínából, de a fő gond a bevándorlás és Soros György. Ezt tudta mondani kettőnk kedvenc műsorában, a péntek reggeli hangjátékban. És hogy most is azt láttuk, hogy mivel nincsen benzin, bocsánat, nem akarok rémhírt terjeszteni, mivel állítólag nem mindenhol, elvisznek. Szóval, hogy mivel ezt tapasztalta, hogy problémák merültek föl, akkor csütörtök este oda kell állítani Hernádi büntetlen előletű Zsoltot, meg Gulyás Gergelyt azzal, hogy akkor ők most nyugtassák meg az embereket, és meséljék el a legendát arról, hogy emberek nejlonzacskóba tankoltak, és ezért van a probléma. Tehát bejön a valóság. Hát igen, bejön a valóság. Ugye én azért vagyok ebben nagyon óvatos, egyrészt nem merek ilyeneket mondani, hogy ez az utolsó, vagy utolsó előtte, vagy utolsó előtt előtti kormányzás Orbán Viktornak fogalmam sincs, őszintén szólva nyilván. Hát tényleg te vagy a pessimista. Nézd, jó, én most újra elővettem a Pátriárka alkonyát, ami végül is egy diktátor bukásáról szól, és ugye ott a mágikus realizmusban ez egy több száz éves diktatúra, ami megbukik, de most ebben nem akarnék belemenni. Igazából én azon akadtam csak fönn, vagy hogy is mondjam, én akörül forgok, talán ez nem egészen világos, amit mondtál, hogy mi mindenen kénytelen adott esetben Orbán változtatni, és ugye nekem ebben azért vannak kételjeim, mert tulajdonképpen a legszörnyűbbnek, ugye csináltunk egy műsort arról, hogy mit nem szeretünk a NER-ben, én azt gondolom, hogy Orbán folyamatosan hatalmon tudott, vagy tud maradni 12-16, nem tudom hány éven keresztül, anélkül is, hogy a NER-t megcsinálta volna. Mert a politikai tehetségeiből, képességeiből kitelik. A képességeinek egy jelentős részét most már hosszú ideje azt köti le, hogy hogyan tud minden szabályt úgy megváltoztatni, hogy ő maradhasson hatalmon. De tényleg csak, hogy messzebbre ne menjek, Angela Merkel 16 évig hatalmon volt anélkül, és nagyon sok politikust megbuktatott, pusztán azzal, hogy kirobbanthatatlan volt a helyéről, anélkül, hogy felszámolta volna a német jogállamiságot. És szerintem Orbánnak is van olyan politikai képessége, ami őt erre alkalmassá tenné. Viszont ez azt is jelenti, hogy amit csinál az országgal, amit csinált a hatalommegosztással, ahogyan létrehozta ezt a egybemosódását a magánvagyonoknak, az államnak, a korrupciós mechanizmusoknak, ez a rendszernek a lényege. Igen, van most itt egy olyan helyzet, hogyha nincs Oroszország és nincs külső forrás, akkor valahogyan vissza kéne állni az Európai Uniós finanszírozásra, ahhoz valamit kéne csinálni az itthoni jogállamisággal. Én nem látom ezt a kört így bezárulni, én inkább olyasmire gondolok, hogy Orbán azt próbálja majd kihasználni, amit korábban, hogy amikor volt a görög válság például, hogy egyszerűen az uniós országoknak más bajuk volt, mint Magyarország, és egy ponton majd, nem tudom, az atomerőmű zöld pecsétjének, vagy az atomenergia zöld pecsétjének megadásában együtt fog működni a francia elnökkel, meg még aki ebben érdekelt, nem tudom, meghív a Rosszatom helyett francia cégeket arra, hogy csináljanak itt nukleáris erőműveket, szerez néhány jó pontot, lehívja a pénzeket, és minden megy tovább. Ezt értékelhetjük majd egy hatalmas politikai irányváltásnak, de voltaképp a dolog lényege mégiscsak az, hogy ugyanaz az autoriter berendezkedés fog itt tovább zajlani, és mondjuk az tényleg remek lesz, ha Oroszország helyett a legjobb barátunk, hogy Törökország lesz, meg Kína. Ez akár át is rendezheti ezeket a prioritásokat, persze valamilyen mértékben, de amúgy attól még Magyarország ugyanezen a helyen fog maradni, és a Orbánon múlik, ugyanez a politikai berendezkedés lesz. Szerintem ő szerét fogja ejteni, hogy mindaz, amit ő megcsinált Magyarországon és Magyarországgal, az így maradhasson. Az a fura, hogy mindeközben nekem úgy tűnik, hogy a háború némiképp váratlan módon megborította az ellenzéki kampányt is, pedig ugye arról beszéltünk legutóbb, ez volt az állításom, hogy mennyivel könnyebb dolga van az ellenzéknek egy ilyen egyértelműen polarizált dihotóm helyzetben, ahol van a Orbán Viktor barátja a rossz gonosz Oroszország, és van a megigazult nyugat, amely segít, amely föláll, amely erős, amely bemutatja, amit kell. Viszonylag okos és gyors dolgokat, dolgokat csinál viszonylag gyorsan. És ehhez képest a Fidesz azzal tud kampányolni, amit az ellenzék a háború kapcsán mond, nem? Hát igen, szóval ez viszont tényleg szóval a politikai kommunikációnak a műveleti része, szóval ez a szakma, ezt tudom erre mondani. Tehát ha félreteszem mindazt, amit tudok, meg gondolok Orbán Viktor rendszeréről, akkor az a helyzet, hogy van egy választásra készülő miniszterelnök, akinek az egyik legfontosabb politikai igazodási pontja egyik napról a másikra kidőlt, és itt van az, amikor ugye szokták mondani, hogy és Orbán Viktor retteg, hogy elveszti a hatalmat, egy túrót retteg.
Orbán egy nagyon-nagyon pragmatikus politikus, ilyenkor megnézi, hogy akkor most mit lehet csinálni. Azt lehet csinálni, hogy én amennyire tudok egy lépésben eltávolodok Putyintól, és ebben a helyzetben mi érdekli az embereket? Az érdekli, hogy mi volt 12 éven keresztül, vagy az érdekli, hogy holnap itt is lesz a háború? Hát az érdekli őket, hogy holnap itt is lesz háború. És egyébként a benzinügyben is nyilván Orbán arra játszik, hogy az állampolgárok nem arra fognak emlékezni, hogy ő reggel még azt mondta a járvány idején, hogy nem zárja be az iskolákat, majd este bezárta. Most se arra fognak majd valószínűleg sokan emlékezni, hogy az árstopp hogyan függ össze azzal, hogy most probléma van az ellátással, hanem azt fogják látni, hogy probléma van, jön Orbán, megoldja. Az már egy, hogy mondjam, viszonylag szofisztikáltabb hozzáállást igényel, hogy valaki azt mondja, hogy na de hát ezt a problémát, hello, te csináltad, és azért kell most újra megoldanod. Orbán ezt a folyamatos akcióhős szerepet csinálja, járványban, benzinválságban, háborús helyzet elhárításában, és ő ezt csinálja meg. Én azt gondolom, hogy ez nem kommunikációs zsenialitás, ez a tankönyvi, tennivalóknak egy hát magas színvonalú, nem szívesen mondom, ez egy magas színvonalú megvalósítása, ami zajlik, és én azt gondolom valóban figyelemre méltó, és nem csak az erőforrás fölénnyel magyarázható, hogy ők ezt a fordulatot egy-két nap alatt végigvitték. Az erőforrás fölény az inkább abban látható, hogy ma már plakátok is vannak, amin a háborút éppen elhárító és a jövőbe egy óvatos optimizmussal mosolygó Orbán látható. Ez az erőforrás az a nagyon érdekes. Az, hogy maga a mondat létrejöjjön, amit mondanak, az pusztán egy intellektuális művelet. Igen, és te dicsérted az Orbán, de hogy ennek ezek az erőforrások ezek annyira masszívak és nagyok a kormánypárti oldalon, hogy jut arra, hogy megcsinálják azt a plakátot, amit te is leírtál, hogy egy intellektuális folyamat eredményeképpen van egy tekintetben pozitív üzenet, egy olyan Orbán fotó, stb. De közben a másik fele a médiájuknak még mindig ott tart, hogy relativizálja az orosz-ukrán konfliktust, hogy támadja Ukrajnát, védelmezi Oroszországot, támadja az ebben föllépő nyugatot, tehát hogy annyira sok van nekik, annyira hihetetlen sok erőforrásuk van, hogy ezt tudják diverzifikálni. Nem akarlak kellemetlen helyzetbe hozni, de meg tudod-e mondani, hogy mi az ellenzék álláspontja a háború kapcsán, mit kéne tennie Magyarországnak? Hát most egy kicsit könnyebb dolgom van, mint egy héttel ezelőtt kérdeztél volna erről, mert ugye kedden volt Márki-Zay Péternek egy ilyen televíziós... Ahol végre felolvasta. Igen. De szerintem ez pozitív, hát hogy ez megtörtént, csak ugye nem véletlenül mondtam ez előbb, hogy tehát Orbánnak az átállítása az új üzemmódra az egy-két nap alatt történt. Márki-Zay Péter nyilván megszólalt azóta is, de a megszólalása egy része az arról szólt, hogy előző nap mit mondott, és azt hogyan kell érteni. Az, hogy egy keretet ad ennek, az, hogy arról beszél, hogy az egész háborús helyzet átalakítja a választási versengést, és hogy mindaz, amit eddig mondtak a kormányról, az összefügg azzal, hogy itt most egy háború van, és kiindította a háborút, és hogy mi hol állunk, és ennek mi a következmény Magyarországa. Szóval ezt el kellett mondani, szerintem két hét késéssel lett elmondva, és ugye van még egy dolog, és ez is összefügg a programmal, hogy ezek köztes állomások. Orbánnak is volt egyébként tőle szokatlan módon hosszabb Facebook bejegyzése volt, ilyen rádiós interjú, televíziós interjú. Mindig van rosszul sikerült interjú, és azt figyeltem meg, hogy... Olyanok is vannak, és egyébként még a csúszkálás is megfigyelhető, mert azt hiszem, én ebben vagyok szkeptikusabb, tehát hogy én szerintem most inkább abban tehát van egy ilyen magabiztos kommunikáció a felszínen, de alatta van egy ilyen csúszkálás a kormányzati kommunikáció, mert kicsit olyan helyzet ez, mint amikor abban a fázisban voltak, hogy a Netadóról megpróbálták elmagyarázni, hogy az nem is adó. Igen. Tehát igen, fogás lehet rajtuk találni, csak ha kapnak két hét előnyt arra, hogy a ki jegecesedett álláspontjukat el tudják mondani, és az legyen a színen, erőforrás van, stb. Ezt mindig értsék hozzá, azok, akik hallgatnak minket, akkor ők ezt az előnyt ki fogják használni, és az, hogy itt egy új keretet kell adni a választási kampánynak, és hogy a háború miatt ez az egész elkezd másról szólni, hogy ez egy játszmaváltó esemény, hát ez szerintem a háború kitörésének a reggelén lehetett tudni, ehhez képest én sok időnek tartom a két hetet, és bocsánat, azt akartam mondani, hogy
ez egy köztes állomás, ahogy a program is egy köztes állomás, mert ugye ennek tovább kell fejlődnie, oda, ahova például az Orbán üzenete fejlődött, hogy kim van a plakáton. Egyébként egy viszonylag hosszú mondat arról, hogy ő hogy őrzi meg a békét, meg a stabilitást, ami levezethető az interjúkból, meg a hosszú Facebook bejegyzésből. Én azt gondolom, hogy a 10 perces márkizai féle nemzethez intézett szózatnak is, hát úgy kell tovább fejlődnie, hogy abból legyenek megjegyezhető konkrét egymondatok, amik a választópolgár fejébe égnek. Azt akarom csak mondani, hogy ezzel nincs még a munka elvégezve. Nagyon jó, hogy az megtörtént, de még nem tartanak fázisban ott, ahol az Orbán már tart a saját üzenetével. Csodálatosan átkötötted a következő témára, mert igen, nem, mert azon gondolkodtam, hogy ugye ellettet, hogy ez a kérdés fölmerülhetett volna. Csak akkor nem meghekkeltem ezúttal a beszélgetést, ez nem, jó? Okay. Nem, mert ezt nyilván rá lehetett volna tenni azt is erre, hogy ugye a köztársasági elnök elméletek a hadsereg főparancsnoka, és most választotta az országgyűlés többsége ugye köztársasági elnököt, államfőt, de én szondázgatom a civil, tehát nem kifejezetten a politikában résztvevő ismerőseimet, meg szoktam kérdezni, ki volt a két jelölt, legfeljebb egyet szoktak tudni, amikor megmondom a másikat, akkor nem ismerős a név. És nekem az a konklúzió, hogy miközben mi nagyon sokat beszéltünk arról, hogy jó lenne fölépíteni rendesen az államfő választást, lényegében ez az egész aktus csak odáig tartott, amíg Róna Péter lassan fölbalagott a lépcsőn a pulpitusra, elmondta, amit akart, és lejött. És az a gyanúm, hogy ugyanaz fog történni, mint Martinyi Lászlóval, és ezért nem erről akarok beszélni, kivel van egy fontos mondatot hozzá. Hát az a fontos mondatom, hogy azért a Majtenyi László jelöltség ennél jobban föl volt építve. Tehát addig mondták azt, hogy csak az a 15 perc számít, amit elmond a parlamentben az elnökjelölt, amíg nem tudom, úgy látom, hogy valakik ezt szó szerint vették. Tehát amíg Majtenyi László elment és elmondta a 15 percet, addig egy csomószor elmondta, hogy mit fog abban a 15 percben. Én arra gondolok, hogy Majtenyit utána dobták. Tehát én azt tartom szörnyűnek. Még utána volt, talán ott is volt egy ilyen március 15-i, az is március 15-i előtti választás volt, és még a március 15-i rendezvény akkor 2017-ben az nem választás év, még volt szerepe Majtenyi Lászlónak, és igen, valóban őt ilyen értelemben ejtették később. Hogy akkor is írtam egy cikket erről, én arra emlékszem, hogy sokkal több esemény volt azzal kapcsolatban, egy választás nélküli évben is sokkal több esemény volt azzal kapcsolatban, hogy van az ellenzéknek elnökjelöltje, mint most. Most tényleg csak erről a 15 percről szólt. Na, de az átkötés igazából arra vonatkozott volna, hogy azt a márkizai speech-et, mondani valót, azt tovább lehetett volna vezetni akár a nem rögtön, tehát nem 6-kor vagy 7-kor, de 8 után elkezdődött programbemutató rendezvényen is. Tehát, hogy jobban is megmárkázhatta volna azt a rendezvényt, ez a tény, hogy végre ezügyben döntésre jutottak. És ugye a másik, amit régóta kértünk, vártunk, hogy legyen az ellenzéknek programja, tehát, hogy van valahol elrejtve itt egy perzsgő, majd kinyitjuk, hogy bemutatták, nem. És én hoztam magammal pontokat, az én számomra fontos, nem a legfontosabb, de számomra fontos pontokat a programból, de egy picit előtte általában váltsunk szót arról, hogy akkor kipipáltuk a feladatot szerinted? Ígéret cunami az, ami ebben a programban szerepel, így írta az egyik újság. Jó, hát nehéz mondjuk mást elvárni egy programtól, mint hogy legyenek benne ígéretek, szerintem. Cunaminak én azért semmi esetre sem nevezném. És még a beszédre azt hadd fűzzem rá, még március 15-én lehet újabb beszédet is tartani, szóval, hogy valahogy, minthogyha az a fajta, szóval, minthogyha az a technológiai tudás hiányozna, hogy végeredményben egy kampányban egy miniszterelnök jelöltnek mindig ugyanazt a beszédet kell elmondania. Neki egy beszédje van, ő azzal turnézik, hozzá lehet igazítani helyiekhez, hogy mint nem tudom, Bob Dole ne köszöntse a San Francisco-iakat San Diego-ban, de egyébként nagyjából egészében ugyanazokat a dolgokat kell mindig elmondani, pláne hogyha egy ennyire kiélezett helyzet van, akkor különösen fontos, hogy két éles üzenete legyen, amit állandóan mindig fölismerhető módon elmond, mert hogy hát nem megjegyezhető máskülönben. Tehát, ugye ez meg rohadt veszélyes. Te is dolgoztál politikusokkal, szóval van, aki nem ilyen, de van, aki meg olyan, aki azt gondolja, hogy ha valamit egyszer elmondott, az el van mondva. Nincs elmondva. Meg ez a következő nem feltétlenül lesz olyan jó, mint az előző volt. Egyrészt másfelől meg, ahogy mondtam, tehát ha a választói emlékezet valóban csak az előző napig, vagy az előző óráig tart, akkor sajnos nem biztos, hogy emlékszik, hogy én két hete milyen fantasztikusan jókat mondtam. No, minden esetre megvan a program.
És de vicces volt, mert ugye mindig mondták, hogy az emberek nem olvasnak programot, de eddig nem azért nem olvasnak programot, mert nem mutatták be nekik, hanem ott volt, csak esetleg nem érdekelte őket. És ugye az volt a metódus, hogy Márki-Zay Péter beszélt általában arról, hogy milyen program van, és az egyes szereplők, én nem feltétlenül értettem, hogy miért azok beszélnek arról a részről éppen, akiket oda kiállítottak, pláne hogyha vannak megbízottak, mindegy, az egyes szakpolitikákra, és elmondták, hogy mire lehet számítani. Bennem van hiányérzet. Tehát, hogy az, amit én régóta hajtok, hogy mondjuk számokkal kéne előállni egy program kapcsán, mennyi lesz az adó, mi mennyibe fog kerülni, pláne manapság lenne ez fontos, mi a célunk, ezek mind, de még a béremeléseknél is az van, hogy hát annyira emeljük föl, hogy ne vándoroljon ki. Hát most bocsánatot kérek, de hát ha valami, akkor ez aztán nem egy egzakt szám. És az én kis finomságokat nézve az egyiket... Csak nincs egy ilyen algoritmus. Hát de nincsen. Na jó, mindegy, mondjad a jegyzetet, bocsánat. Nem csak van egy, amit fírtam magamnak, ugye ezt jó lenne már rendbe rakni, hogy az ingyenes első diploma. Hogy ugye ez nem azt jelenti, hogy mindenkit nyakló nélkül fölveszünk az egyetemre, és elvégezheti. Tehát, hogy az ingyenes első diploma az továbbra is csak azoknak jár, mint most, hogy akik államilag finanszírozottan fölkerülhetnek. Hiszen gondolom nem szüntetik meg a fizetős képzést, tehát költségtérítéssel ugyanúgy lehet járni majd egyetemre. Az ingyenes első diploma ígérete az arról szól, hogy megmaradnak, vagy lehet, hogy bővülnek, de erre megint nem tértek ki az állami férőhelyek. Hogy mennyi lesz a felvételi pontszám, az erre nem vonatkozik, nem? Én nem várom azt egy választási programtól, hogy a keretszámokat meg a felvételi pontszámokat jelezzék. Na de ez mi? A hiányérzet az bennem is ott van, a konkrétumokat illetően. Kezdeném talán onnan, hogy szerintem sokkal jobban kellene magának az ellenzéknek hangsúlyozni azt, hogy éppen most hallgattam egy podcastot, mindig mondott, hogy bemondom, hogy ilyen a forrásaim, akadémiai képzésben van, most hallgattam idefelé egy G7 podcastot, egy kutató arról beszélt, hogy a közép-európai országok azok mennyire zárkóztak fel az uniós csatlakozás révén, és elmondja, hogy egyébként ez egy jó projekt, hogy mi uniós tagok lettünk, de vannak területek, ahol változtatni kell. Meg fogsz lepődni, oktatás, egészségügy, korrupció, és középtávon majd a nyugdíjrendszer. Most ezt azért mondom el, mert egyébként, itt jelzem, az ellenzék ebbe beletrafált. Oktatás, egészségügy, korrupció, ez mind benne van. Ugye ez olyan dolog, hogy akkor viszont ebből politikai üzenetet kell csinálni. Tehát önmagában a 90 oldalas program, vagy nem tudom hány oldalas program, kb. Annyi, nem meséli el önmagát. Ugye a politikai, ezért mondtam azt, hogy a feladatnak ez egy része, ahogyan a Márki-Zay 10 perces beszéd is, a feladat egy része. Ez itt kéne azt mondani, hogy megduplázzuk az állami férőhelyek számát. Ez egy mondás. Igen, egyrészt ebből következnek bizonyos konkrét vállalások, de az is egy politikai döntés kérdése, hogy mire akarsz konkrét vállalást tenni, mert tudod, hogy ott tartózkodik egy szavazói csoport, amelyiket érdemes úgy eltalálni, hogy valami konkrétumot fogok neki mondani, mert ők ettől mozgósulni fognak, és nekem fontos, hogy ők mozgósuljanak. Ha egy programnak 6 prioritása van, vagy 9 prioritása van, vagy 15 prioritása van, akkor nincsen neki prioritása. Ez nem az én gonoszságom, ez egyszerűen így működik, miközben, és ezért kezdtem így, ahogy kezdtem, miközben szerintem az irányok helyesek, és ez jó, mert nekünk triviális, hogy oktatás, egészségügy, korrupció, de ha körülnézünk az országban, nem triviális. És akkor innentől jön ez a felvételi keretszám, illetve az, hogy ingyenes legyen az első diploma. Ugye én alapvetően azért mégiscsak arról beszélnék, hogy szóval, hogy nem itt kezdődnek a problémák a magyar oktatásban. A magyar oktatásban azelőtt kezdődnek a problémák, mielőtt a gyerekek bemennek az iskolába. Van szó egyébként a programban a korai fejlesztésről is, meg a korai képesség növelésről is, ezek iszonyatosan fontosak, hát én például akkor ebből csinálnék politikát őszintén szólva, mert az, hogy most hányan juthatnak be az egyetemre, ez fontos, és teljesen abszurd, ami Magyarországon történik, hogy mi direkt azt akarjuk, hogy ne menjenek gimnáziumba, meg egyetemre. Ez egy tök jó mondás. Ez egy őrület, csak mire odáig eljut valaki, hogy ez az opció egyetem fölmerül az életében, addigra egy csomóan már régen kiszórodnak a rendszer. Muszáj leszek a szociálpolitikustól is kérdezni, mert a másik megoldás... Ez már részben az volt. Azért, hogy ugye adómentes lesz a minimálbér, adójóváírás eszközével, és a minimálbér másfélszereséig sávos adózással oldják meg, hogy több maradjon náluk, mint most.
ami minden, csak nem az az adózási formula, amire én számítottam volna. Mert ha jól értem, akkor a minimálbért megadóztatják, csak aztán vissza kell igényelni adójóváírás forrában. Hogy mégiscsak lesznek magasabb adókulcsok, hiszen a minimálbér másfélszereséig igaz csak az, hogy a különböző bevezetett új adósávok azok kedvezőbb helyzetet teremtenének. Itt miért nem lehet számokat mondani? Hát azt nem tudom. Ugye az adójóváírás végülis azért más, mint egy nullakulcsos sáv, mert az adójóváírás az csak az alacsonyabb jövedelmekre vonatkozik. Tehát van egy nullakulcsos alsó sáv, a Trekó Judit okosított ki. Legutóbb engem az azt jelenti, hogy akinek magasabb a jövedelme, az is mondjuk az első 200 ezer forintja után nulla kulcssal adózik. Mi meg azt szeretnénk, vagy ez a program azt szeretné, mi, mint szociálpolitikus. Mi, szóval ez a program azt szeretné, hogy ez az alacsony jövedelműeket érje el. Szerintem ez oké. Bonyolult dolog egyébként az adójóváírást elmagyarázni. Az egy érdekes dolog, ugye, hogy ez azt jelenti, hogy lesz egy ilyen adójóváírás, ami lépcsőzetesen kivezetődik a jövedelem emelkedésével, és van a 15%-os felső kulcs. És hogy például az egy politikai vállalássá vált, hogy ezt nem fogják emelni, az összes progresszív adózásra vonatkozó eddigi ígéretet kidobták a kukába, és például az egy magyarázatra szóló vállalás, hogy akkor hogy a csodába lesznek az államnak bevételei, amiből más problémákat fog finanszírozni. Én természetesen értem, miért nem szabad adóemelésről beszélni egy választási kampányban, szóval tényleg nem most jöttem én se a 620-assal, csak maradnak az emberben kérdőjelek, igen, valóban, hogy akkor ez hogy fog működni. Ezt a következő héten fogjuk megbeszélni, mert az időnk közben lejárt. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, ez volt a Lakner és Ceglédi. Hogyha jövő héten is működnek még a közszolgáltatások, akkor mi is itt leszünk, tartsanak velünk, viszontlátásra!